Üdvözlünk! Sabbat shalom! Sabbat shalom! Jó, köszöntök mindenkit ezen az újabb kvízen, ezen a gyönyörűséges Sabbat napon. Köszönjük Abba Yahuának, hogy újra együtt lehetünk. És mindenki, aki nézi, az legyen szíves megosztani a videót, és lájkolja. Ha pedig van ideje, meg energiája, készüljön fel ő maga is a kvízből. Minden kvíznek a végén feladom a házi feladatot, amire itt mindenki olyan szorgalmasan készül mindig örökké. Folytatni fogjuk apostolok cselekedetei 13, 14, 15 és 16-os fejezetét. Ebből lesz 7 kérdés a szokásos módon. Azután az élőadásból, a legutóbbi élőadásból. Mi is a neve? Mi az élőadásnak a neve? Egyetlen zsiratok 7. rész? Na az, abból lesz egy ilyen, ahol kivágok mindenféle szavakat nektek, meg tudni kell kiegészíteni, hogy miről szólt az egész. A végén pedig lesz egy videó, amit bejátszok, de azt majd elmondom, hogy ez milyen videó, meg miről szól, abból kell tudni kitalálni a történetet, és a legeslegvégén pedig a melyik könyvből olvastam játék, csak a szokásos. Sok sikert! Első pontos kérdés. Az első pontos, igen. Milyen származásúak voltak Timóteus szülei? A. Római apa, zsidó anya, Gabi, kiszállsz. B. Zsidó apa, görög anya. C. Római anya, zsidó apa. D. Zsidó anya, görög apa. Timóteus szüleinek származása, vagy nemzetsége, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Egy pont. Karba tett kézzel van mindenki, nagyon magabiztosak vagytok. Ti meg vagytok, Adrián? Igen, ja. Igen, azért sem mondom, azért sem. Kitaláltátok, Pisti, mehet? Jó. Jó, apostolok cselekedetei 16:1-es verstől lép be Timóteus a képbe, és az ő anyja zsidó származású volt, az apukája pedig görög, a helyes válasza D, zsidó anya, görög apa. Akkor már csak -4-en vagytok, jól van. Második kérdés. Ez apostolok cselekedetei 13:37, itt Saul idéz egy zsoltárt, ami így szól. Mint ahogy a zsoltárban is megvan írva, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. A kérdésem az, hogy hanyas zsoltár ez, ugye ez Saul kijelenti, hogy ez hanyadik zsoltár, nekem csak a fejezet kell. Ezt írjátok le, ez egy pontért, és aztán mondom a következőt még egy pontért. Jó, mondom a következőt, ez egy kétrészes kérdés, a következő az egy tippkör lesz, ugyanis idéz még egy zsoltárt, viszont ott nem mondja el a hanyadik zsoltár. Ez ugyanúgy a 13. fejezet, csak 2 verssel később, benne így folytatja Saul. Azért mondja másút is a zsoltár, nem engeded, hogy a te szented rothatást lásson. A kérdésem az, hogy ez melyik zsoltár, mivel itt nincs megjegyezve, ez egy tippkör lesz, aki legközelebb jár hozzá, azé az egy pont. Aha. Tippeljétek meg, hogy ez a második idézet a zsoltárból, ez nagyjából hanyadik zsoltárnak az idézete. Fejezet. Csak a fejezet kell. Jó, figyelj, ez az első, Zsoltárban ezt mondja. Fiam vagy te, ma nemzettelek téged, jó, itt konkrétan kijelenti Saul, hogy ez hanyadik Zsoltár, és a második Zsoltárban nem mondja meg, hogy mely Zsoltár, itt csak azt mondja, hogy azért mondja másút a Zsoltár, nem engedett, hogy a te külön választottad rothadást lásson. Ezt meg kell csak tippelni, és aki legközelebb jár, azért az egy pont. Jó. Jó, mehet? Mehet? Tehát az első zár választ lehetőség. Második Zsoltár, 19. Zsoltár, 23. Zsoltár, vagy 119. Zsoltár. Tessék, mennyivel egyszerű. Hát jó szóval. Jó, menjünk. Jó, tehát a fiam vagy te, ma nemzettelek téged, ott Saul konkrétan mondja, hogy mint ahogyan a második zsoltár, tehát a második fejezet beszél erről, és nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Mit írtatok? 40. Ti mit írtatok? 52. Igen, ti? 80. 80, jó, 40 nyert, mert a 16-os zsoltár. 16. zsoltár. 16. zsoltár ez. Tehát egy pont ide. Nektek már mindegy is az az egy pont. Minden pont. Ja, jó van. Jó, oké, harmadik kérdések. A játék pedig az, hogy ki mondta?
Hát csak annyit kell tudni, hogy ki mondta. Ön túl sok szereplő nem volt. Az, hogy kinek, azt nem. Az nem kell. Mert valamikor többes száma volt, tehát több embernek mondja, mert mit tön kinek mondja. Szóval itt csak azt kell tudni, hogy kinek mondja az alábbi szavakat, mondatokat, és lesz 5 kör, 5 pontért. Mindegyik kör után kaptok egy pontot, és mondom is az elsőt, amit tudni kell. Jó, kinek a szájából hangzik el ez? Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül térnek meg el a hímez, hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességétől. Igen, parátasságtól és fullvaholt állattól és a vértől, tesó. Ki mondja ezt apostolok cselekedeteiben? Ki mondja ezt? Ki mondja ezt? Egy pont mindegyik kör után. Megvan, Gabi? Biztos megvan, nem? Ezt már egy milliószor átvettük. Jó, megvagytok? Aki ezt mondta, az nem más, mint Jakab. Ezt Jakab mondta a Jeruzsálemi gyülekezet előtt. Jó, Jakab. Jakab. Második, egy kicsit könnyebb lesz. Ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-e meg a gazdának igaz utait elfordítani? Ha? Nem, csak az, hogy kimondta. Kimondta. Azt nem kell tudni. És ugye nem mit jelent? Jó, tehát ezt Saul mondta. Saul. Saul. A következő, a többi az már sokkal nehezebb lesz, úgyhogy ez csak én bemelegítő volt. Következő. Ha a gazda hívének ítéltek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszola minket. Jó, az unszola minket, azt nem mondta senki. Jó, azt nem mondta senki. A ki mondta, csak ennyi. Megvagytok, Adrián? Igen, ti is karesz. Jó. Aki ezt mondta, az nem más, mint Lídia. 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 A Lídia ez. A neve kell, de nem jövök megtért nő. Haj, megtért nő, persze. Egy nő az új szövetségből. A nő. Ezek az emberek a magasságos Elohimnek szolgái, kik nektek az üdvösségnek útját hirdetik. Na, ki mondja? Ki mondja ezt? Igen, nekem. Meghagytok? Meg. Szóval ez, aki ezt mondta több napon át, ez a szolgáló lány, ez a jövendőmondó lány. Jó, ennek nincs neve, szóval ha ezt írtátok, hogy szolgáló vagy jövendőmondó, nekem az jó. Ez a ti kérdés. Na most már kezdhetjük. Na mehet, a lány. Utolsó, utolsó. Jelj át a Makedóniába, és légy segítségül mi nekünk. Ennyit mondok csak. Hoppá. Na, Gabi. Ez, Gabi. Ez megvan, nem? Nyilván. Igen. Jó, szóval ez egy nem létező karakter, mert ez Saul álmában az a makedón férfi, igen, az, aki szólt hozzá. De lehet, hogy létezik, nem tudom, de mindegy, ez, ha elhittetek, hogy Saul álmában a makedón, vagy mit tudom én, akkor elfogadom. Egy pont. És vége. A negyedik kérdés egy pontért. A negyedik kérdés egy pontért. Kit vonszoltak a piacra a hatóságok elé? Az alábbiak közül. A Barnabást, B. Márkot, C. Szilászt, D. Ezek közül egyiket sem. Piacra hatóságok elé. Kit vonszoltak piacra hatóságok elé? Még egyszer kérdezem. Mondom. Barnabást, A. B. Márkot, C. Szilászt, vagy D. Ezek közül egyiket sem. Na? Megvan? Megvan? Nagyon jó. 16-os vers, 16-os fejezet, 19-es vers, látván pedig annak urai, igen, keresetükben, reménységükben elvesztette, megfogták ezért Sault és Silást, vonák a piacra a hatóságok elé, tehát a helyes válasz, a C, Silász vagy Silás az, akit elvitték a piacra. Egy pont. Egy.
Ötödik kérdés, két pontos kérdés, két részes kérdés. Mi volt? Mi volt Barnabás utitásának két neve? És mi volt az ördöngős hamis próféta két neve? Egy pont, ha megvan az egyiknek a két neve, meg még egy pont, ha megvan a másiknak a két neve. Az nem jó, ha az egyiknek is megvan az egyik neve, meg a másik is megvan az egyik neve, azért nem adok egy pontot. Az egyiknek is kell legalább, az egyiknek kell legalább a két neve, hogy adjak egy pontot. Nem engedi, diszkvalifikálnak. Jó. 15-37 beszél arról, hogy Barnabást veszi maga mellé Jánost, akit Márknak is hívtak, jó, tehát Barnabás utitásának két neve, János és Márk, és az ördöngős egyik neve a Barézus, a másik pedig Elimás. Elimás. Igen, egy-egy pontért. Akkor már egyet tudtam az elég? Nem. Mind a kettőnél egyet tudtál? Nem, az egyiknél kettőt, a másiknál csak a az egy pont. Jó, írjátok már ezeket a neveket. Antiókia. Tehát Antiókia az első, második Lisztra. Harmadik Jeruzsálem. Filippi a következő. Filippi után Ikónium. És az utolsó Páfusz. Nézd, hogy megy az ördög. Megy, aha. Ezek közül ja. Hol történtek az alábbi események? Az első. Lídia bemerítkezik. Hat esemény lesz? Nem. Négy. Vagy három. Majd eldöntöm útközben. Annyi esemény lesz, amelyet akarok. Lídia bemerítkezik. Mondom, váltok. Második. Saul körülmetére Timóteust. Harmadik. Bár Jézus vagy Elimás elveszti látását. Negyedik. Saul és Barnabást kiküldik. Ja. Mindenhova. Tehát itt párosítják össze őket, és megindulnak prédikálni. Na? Ez nem egy helyszín, ez egy helyszín. Nem, ez egy helyszín. Ez egy helyszín. Nem, ez négy különböző helyszín. Azt hittem, hogy te azt hiszed, hogy Barnabás meg Saul kiküldetés az négy helyszínen egyszerre történt. Jó, kössétek össze, lehet, hogy egy helyhez megy több esemény is, igen. Mindegyik helyes válasz után egy pont, jó, négy pontot lehet összeszedni. Igen, hol történtek? Négy pontért. Ja. Jó, 3-2-1. Várjad, még nagyon húzzák, figyelj, nagyon. Jó, Lídia hol merítkezik be? Karesz. Mi? Még csak most húzzátok össze. Filippibe? Ja, Filippibe? Igen, eltaláltátok. Nagyszerű, jó. És hol metéli körül Timóteust Gergő? Lisztrába. Megvett. Jó. Oké. Bár Jézus hol veszíti el a látását? Csabi. Na. És eltalálták, és hihetett ekkora mázit, mikor az előbb oda lettem, semmit nem tudtak. Jó, és hova, honnan küldik ki Barnabásékat Karesz? Jeruzsálembe. Nem! Antiókia. Hát hármat tudtatok, szóval az három pont. Kettő. De hát ők is tudták, nem? Nem tudták? Ja, kettő tudták, jó rendben. Ti is? Na, megrettak, hogy kettőt tudtak. Jó van, szép volt. Aha. Ti gondolom mindent tudtatok, nem? Nyilván. Jó van, na.
Akkor a kvíz történelmének egyik legbrutálisabb igaz vagy hamis a következő. Ez a fél könyvet magába. A fél könyvet magába foglalja. Gabi, ha te úgy fogod tudni, hogy igaz vagy hamis-e, hogy konkrétan tudod, akkor tényleg megemelem előtted a kalapom. Mehet? Mehet, olvashatom, igaz? Egy pont igaz vagy hamis. Sőt, legyen kettő. Két pont igaz vagy hamis. Figyeltek, olvasom. Miután a bíborárus vendégségül látta Silást, aki korábban utitársa volt Júdásnak Antiókiában, elment a tömlősztartó házába is, aki bemerítkezett. Azután, hogy megmosta éjszaka Sault az ütésektől, aki ez a bírák hajnalban porosztókat küldtek. Na most ezt el fogom olvasni még egyszer. Na utoljára elolvasom, figyeljetek! Mi után a bíborárus vendégségül látta Silást, aki korábban utitársa volt Júdásnak, Antiókiában, elment a tömlött szartóházába is, aki bemerítkezett azután, hogy megmosta éjszaka Sault az ütésektől, akihez a bírák hajnalban poroszlókat küldtek. Jó, le van írva nekem minden pontról pontra. Minden pontról pontra. Aki nem hiszi, hogy igaz, vagy nem hiszi, hogy hamis, az jön ide a végén, és meg fogom neki mutatni. Figyeljetek. Azt olvastam, hogy miután, ugye? Ez fontos. Miután a bíborárus vendégségül látta Silást, tehát a bíborárus az vendégségül látta Silást, ez igaz, igen, ez igaz. Aki korábban utitársa volt Júdásnak Antiókiában, ami szintén igaz, mert Silás az utitársa volt Júdásnak Antiókiában. Elment a tömlősztartó házába is, ez így van, miután megmentették az életét a tömlősztartónak. Aki bemerítkezett, mármint a tömlősztartó, aki be is merítkezett azután, hogy megmosta éjszaka Sault az ütésektől, ez is igaz, mert azután éjszaka, hogy megmosta Sault, akihez a bírák hajnalban poroszlókat küldtek, mármint Saulhoz, a bírák hajnalban poroszlókat küldtek, szóró-szóró igaz, minden igaz, minden. Kivétel nélkül minden igaz, minden. Az egész történet úgy, ahogy van, szóró-szóró igaz. Ki nem hiszi, az jöjjön ide, és bebizonyítom. Nem kapcsolódott bele. Szóra igaz a történet. Egyszer nyomtam meg. Igen. Szóval élőadás ez. Ki vannak screenshotolva olyan szakaszok az élőadásból, amikről konkrétan szó volt. Ha, ez így fel. És kihúztam kulcs szavakat, amiket nektek, vagy számokat, amiket nektek ide be kell tudni illeszteni, és minden egyes helyes válasz után kaptok egy pontot, itt van kisatírozva feketével, nektek kell tudni kitalálni, hogy szám kell oda, vagy név, vagy akármi. Egy pontért. Ez 3 pont, nyilván, ha tudod. Nagyítani. Jó, az első, hogy évszám nyilván. Nehéz lett kitalálni. Ja. Micsoda, így jó, nagyon menő. Hát még a csapkája. Igen. Na? Megvagy, nem? Jó, a helyes válaszok ezek itt. Itt az évszám. Oké, mi volt a következő, ami ki volt húzva? A hatodik ökumenikus zsinat volt ez, és a monoteliták. Akiket elítélt ez a zsinat. 3 pont, ha mind a hármat tudta. Következő. Itt van. 2 dolgot húztam ki. Oké. Ez itt az a szó, amit ez az egész írás próbál jellemezni. Tehát itt van a leírása ennek a szónak. És ennek a szónak ez itt az ellentéte. Jó, igen. Tessék, ennyit segítek. Így, nem? Tehát ennek a szónak itt a leírása, és ez itt az ellentéte ennek a szónak. Tehát jó, rossz. Jó? Ja, igen. Fekete, fehér. Nem mehet? Nem mehet. Tehát a helyes válaszok itt vannak. Az akarat,
ez a szó, és az ellentéte az ösztön. Akarat, ösztön. Egy-egy. Szóval kettő. Jó, utolsó. Gyerünk, hármat kell tudni. Hát ez ilyen béna képlet, nem tudom, hogy miért próbáltam vele így molyolni, de ez ilyen béna képlet. Közelíteni nem? Nem tudom. Nem, nem. Nem, nem. Hagyjad, várjál. Jó, oké, na itt van, tessék, ki van nagy, itt van, most már lehet, lehet de menj az OBS-et pillanatra. Találgatni. Hát ott menj is, tedd vissza. Hova? Tedd vissza az ide? OBS, még egyszer az OBS. Úgy is jó. Na nézzük. Jó, akkor a helyes válaszok pedig itt vannak. Itt vannak! Harmadik konstantinápolyi zsinat ez, és... Itt meg ilyen nagy a kép. Monoteléta, és mi volt? Monofizita! Harmadik monoteléta, monofizita. Ez a két pont. Pontos. Melyiket rontottátok el? Mit írtatok oda? Monoteléta. Ah, monoteléta. Jó, az monofizita, oké. Okay. Jó, szóval mindenki tudja, hogy a gyerekeknek is van felolvasás. A gyerekeknek úgy működik a felolvasás, hogy közben vannak ilyen quiz kérdések, hogy tanuljanak, és a legvégén elbábozzuk nekik, én meg Robi, a történetet. Elbábozzuk a történetet, hogy mi az, amiről olvastunk, és a helyzet az, hogy nektek ki kell találnatok ebből a videóból, hogy melyik ez a történet, úgy csak ilyen pácika bábukat fogtok látni, kivágott ilyen csúnya bábukkal. Hang nem lesz. Nektek csak abból kell kitalálnatok a történetet, hogy ezekből akármikből. Na, figyeljetek, elmondom a pontozást. Mindenki annyi történetet ír le, amennyit akar. Mindenki annyi történetet ír le, amennyit akar. Aki legelőször találja ki, az kap 4 pontot. Aki másodjára találja ki, az 3-at, aki harmadjára találja ki. Az 2-t, ki utoljára találja ki. Három csapat van. Akkor nem. Aki először találja ki, az kap 3-at, aki másodjára az 2-t, aki utoljára az 1-et, ha meg nem tudod kitalálni, az 0 pont. Nincs mínusz. Lehet az is, hogy kész feltevéssel és tippelhet, de az mínusz 1 pont. Aha, oké. Lehet harcolni a 3 pontért. Le kell igazni, egy játék, szegény gyerek. Meg a bánat, 3-2-1, és indul a videó. Hát ezt nem tudom, hogy fog menni, ez csak egy ilyen prototípus játék, de lehet, hogy legközelebb ilyen kollásból fogom nektek össze. Eddig nagyon jó, na mi ez eddig? Mindjárt előjönnek a bábuk, csak én narrálok itt, és azért nem, de mindjárt jönnek a bábuk, figyeljetek. Na az! Igen. Igen, nehéz, de hoppá, valamit felemelt és visz. Nem mondjad. Megvan. Nem, Gabi. Ne jelentkezni kell. Nézzük, hogy mi az. Ha jelentkezel... Ja jó, akkor tudom. Nem, akkor talál ki más, az úgy izgal. Nem, mert azt mondja, hogy jó, hogy tudjátok. Tessék, hoppá, jönnek a katonák, a minden ott. Jó, jönnek hozzá. Én megpróbálom. Jelenleg a binyó. Fönn van a kezem, mi van? Várját, akkor hadd tippelje meg. Mi ez a történet? A történetet kell hitelni. Mi a történet? Jerikó. A bukta. Nem! Az mínusz egy! Mínusz egy! Nézzétek meg, nem egyszerű. Nem Jerikó. Nem egyszerű a lényeg. Ez nem egyszerű. Gyerünk. Ez tényleg nem egyszerű. Hoppá! Nézzétek. Kijönnek a városból, jaj. Ne. Nem mondjam már, hogy jó. Oké, okay. Ez nagyon izgalmas. Nézzetek, hogy mi történik, megvégeskedjék. Gyerünk 3 pontért, vagy mínuszokért. Jó. Következő rossz tippért -2 jár. Azért, mert már egy Jerikót kilőttünk így fel. -2 a következő rossz tippért.
Nem tudom, én meghallottam. Mondom, hogy az! Mit tud a? Nem! Mondom, hogy az vagy! Mi van? Mi a? Meghajol! Hát mert az a izé! Nem, nem az, és vége. De az, nem tudom, hogy az. Mi? Vége van. Hallgat. Ebben se ugrik be? Nem, az egész történet. Nézzétek az elejét, hogy mi történt, nem úgy, hogy izé most mi van. Az elejétől. Háborúságtal. Jaj, de vagy. Na? Igen. Mi a hosszú vagyok? Ember boccal, aki mindig. És azon ki? Vonatkoztas el attól, hogy az egy boccal. Meg izéba, olyan, mint indiános. Figyelj. Meg olyan bűzöm. Kész vagy élet. Hopp-hopp, figyeljetek! Ez lényeg! Ez lényeg, hoppá! Jégre csipkodok az van. Valami kijön onnan. Mi az a hajó? A csűzó. Hopp jött ki! Azt hittem, hogy az javus, hogy viszi a... Nem igaz, hogy ebből se tudjál. Mondd el, mi a fene az? A gyerekek rajzolják, most ilyen tettek erről. Hopp! Az lő valami. Hopp! Gabi már, hopp! Ágyú! Szétütötték a Sándra. Aha! Jaj! Na-na! Jó, Gabi, ezt már! Hoppá, ott valakit megint szétütöttek. Valakit megint szétütöttek. Igen. Közben így narálhatjátok magatoknak a történetet, mert... Jaj, hogy össze lehet rakni. Mondjuk kapjuk össze. Igen, össze lehet rakni, szerintem is. Össze lehet rakni. Igen. Igen. Milyen? Csak mondjuk pont ez egy nehéz sztori. Igen, ez nehéz sztori. Ismerni kell az a videóra. Igen, részletesen kell ismerni. Kicsit jobban kell. Akkor ez a most. Igen, annyit segítek, hogy az ott két sereg, nem egy sereg, az két sereg ott. Miért kell sátorba fogalmi seregnél? Három dolog is jött ki a sátorból. Elejéről már az egészet, nem? Majd onnan? Ezt még valami? Persze. A lényeg. Hopp, az egyik. Most a lényeg. Lehet, hogy ilyen egy sereg marad. Ho-ho-ho-ho, kijön a városból a gonosz. Figyel. Mi történik? Hopp. Hát a mögé kerül a másik segít. Na gyerünk, ez gyerünk. A város. Gabi! Beveszik a város. Beveszik. Nem tudom, hogy abban van-e. Nem. Várjál már. Nem abban van, de... Ennyiket segíthetsz. Jó, vége a történetnek. Szóval melyik történet ez? De mind a ketten tudják? Nem kell részletesen, csak nagyjából egy-két szó stimmeljen, érted? Én elfogadom. Amikor agyidos szomolják. Így van, elfogadom, tökéletes. Nagyszerű, három pont, így van. A sátorról. Így van, amikor Ákán eldugja a sátor alá azt a pulcsit, meg a aranyat, ez is a minden. Tökéletes, ez. Igen, Gergő két pont, bravo, szép pont. És kitalálták. Jó. Jó, ha legközelebb, ha tetszett a játék, akkor legközelebb is lesz ilyen videóbejátszás hang nélkül, de lehet, hogy még megcifrázom nektek, jó? Na, utolsó játék, ahonnan olvastam. Jó, szokásos. Honnan olvastam, fel fogok olvasni. Várjátok, azt is elmondom, hogy hány verset. 1, 2, 3, 4, 5. 6 verset, a könyvért 2 pont jár, a fejezetért 2 pont jár, és ha a 6 versből egyet eltalálsz, ez megint csak 2 pont, de azt nem muszáj megtippelni, mert mínusz 2, ha verset nem találod el, ez az izgalom az egész. Na olvasom, figyeljetek! Oké. Okay. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem Jahusa hamasságba való hit által, mi is a gazda Jahusában hittünk, hogy megigazuljunk Jahusában való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Ha pedig már siákban keresvén a megigazolást, mi magunk is bűnösöknek találhatunk, avagy a masiák bűne szolgálja-e, bűnnek szolgálja-e, távol legyen. Mert ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Elohimnek éljek, hát ez easy, nem?
Mássiákkal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Mássiák, aki élete pedig most test, életet pedig most testben élek, az Elohim fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta, értem. Nem törlem el az Elohim kegyelmét, mert ha a törvény által van az igazság, tehát Mássiák ok nélkül halt meg. Ti pedig Korintus belé, hát csak az vége, ez már jó. Szóval mi ez? Mi ez? Mit az Na, a könyvfejezet vers. Gyerünk, szurkolok. 6 pont. Amit felolvastam, az a 16, 17, 18, 19, 20, 21-es verse. Galácia, második fejezet. Mennyit tudtatok? És ti? Szép munka, az 4 pont. Igen, az nagyon szép. Mit írtatok, Róma? Hát én itt súgtam Lacinak, hogy nem Róma. Hát ezt nem hiszem el a magam. Jó, azt mondjuk, azt mondjuk megértem. Jó, tehát folytatni fogjuk 2 hét múlva, ha lesz kvíz, apostolok cselekedeteit, hol is 17, 18, 19 és 20-as fejezet, megint legyen akkor 4 fejezet, meg az élőadás, mert ki fogjuk írni a csoportba, hogy melyik élőadásból kell készülni, egyből, max 2-ből, illetve lesznek ilyen mindenféle vegyes kérdések, ahogy az szokott lenni. Én mindenkinek köszönöm a figyelmet, további kellemes sabátot és halleluja!